Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb City Skylines videóban. Vissza is tértünk tehát ebbe a játékba. És hát az a helyzet, hogy történtek dolgok megint csak. Amíg a másik város része voltunk elfoglalva, addig itt, hát itt az ipar, a faipar egy kicsit kiköltözött. Tehát ha megnézitek az ipari zónát, akkor nagyon-nagyon kevesen vannak itt. Ez valószínűleg azért van, mert ugye a másik ipari zónába ment át mindenki. Viszont szerintem idővel, hogyha nem foglalkozunk egy kicsit az ipari zónával, akkor visszaköltöznek ide. Legalábbis nagyon remélem, de hogy itt az összes kijelölt helyről eltűntek az emberek. Ami azért elég durva. És igazából nem tudom, hogy mi van ma a City Skylines-zal, illetve az OBS-sel. Mert a City Skylines néha nem játssza le a zenét, tehát lehet, hogy egy kicsit akadozni fog majd a zene a felvétel alatt. Illetve az OBS pedig nem tudom, hogy pontosan miért így veszi föl, meg mit csinál egyáltalán, mert hát laggul a felvétel. De nem úgy, hogy folyamatosan, hanem egy adott ponton minden videóban szaggat egyet egy jó hosszút, és úgy az úgy kiterjed egy ideig. Úgyhogy ez nem tudom miért van, nagyon remélem, hogy fel tudom venni most ezt a videót. Minden esetre szerintem akkor vágjunk is bele, nézzük meg, hogy mik történtek az előző részekben. Ugye megépítettük ezt az ipari zónát, ami egyébként videón kívül szépen be is népesedett, tehát elég sokan laknak már itt. És hát nem laknak, ez most hülyeséget mondtam, egyszerűen csak itt dolgoznak, és elég nagy a forgalom is egyébként. Egyébként próbáltam a forgalmat valamennyire megoldani, de még a lámpák sem nagyon segítettek. Egyébként a domborzaton is formáltam egy kicsit, tehát most már nem olyan hullámos az út. Mondjuk itt egy ilyen völgybe kell átmenniük, arra nem is gondoltam. Illetve még itt van egy nagyobb domb, de annyira nem vészes szerintem. Ez egyébként egész jól néz ki. Úgyhogy itt szállítják az érceket, ugye itt ércekkel foglalkoznak, ott viszik éppen a... Tehát nem is tudom mit visznek. Valami ércet. Úgyhogy itt szépen dolgoznak az emberkék. Egyébként még itt kijelöltem egy második lakossági zónát, vagyis hát megépítettem hozzá az utakat, és ez is egy jó kis lejtős út, mintha ilyen rizsföld lenne az a teraszos termesztéssel. Nagyjából most ez arra emlékeztet engem. Hát majd megnézzük, hogy hogy építkeznek ide az emberek. Ugye a házak alapból visznek magukkal egy ilyen nagyobb földtömeget, úgyhogy lehet, hogy ez egy fokkal jobban fog kinézni, már csak azért is, mert ez itt hamar benépesedett, és szükségük volt még munkaerőre, úgyhogy ide kijelöltem egy másik területet. Itt pedig egy ilyen kis kereskedelmi zóna van, illetve itt is végig az ipari zóna mellett, hogy tudják a közelben is eladni a termékeket. Viszont a mai részben még itt fogunk egy kicsit dolgozni, ugyanis egy vasútállomást akarok ide rakni, mégpedig egy ipari vasútállomást, tehát egy ilyen tehervonatoknak levő állomást. Úgyhogy úgy jól néz ki így hátulról a nagy lakossági zóna, és erről beszélek, hallottátok, hogy akadozott a zene? Hát ez az egyik problémám. Illetve próbáltam frissíteni az OBS-t is, hogy lehet az a baj, de hát nem, valamiért nem sikerült frissíteni, mert nem talált egy fájlt, azt hiszem. És utána néztem, elvileg ez felléphet akkor, hogyha az OBS futtató személy nem az adminisztrátor. Illetve itt a két, tehát van adminisztrátor, meg van egy másik ember, és akkor azzal is van probléma, úgyhogy nem tudom még mi a baj, ezen igyekszek minél hamarabb javítani, mert hát így igencsak lassítja a felvételi folyamatokat. Viszont itt hatalmas forgalom van ennél a körforgónál. És hát nem is körforgó, ez ilyen kereszteződés, egy elég komplex kereszteződés. Nem tudom ezt hogy fogom megoldani, egyébként telepítettem ilyen kiáratokat, ilyen autópálya kiáratokat. Itt ki tudnak menni az ipari zónába, itt megint megakadt a zene. Tehát ezzel is próbálom egy kicsit a bejövő forgalmat csillapítani. Illetve hova raktam még kiáratot, itt is van egy kiárat. Ezt is tudják használni, és egyébként jönnek itt is jó páran. Illetve még raktam valahova egy kiáratot, ja igen ide. Hát ez nem is kiárat, ez csak ilyen kis mellékutca, a Valley Street, ezen is tudnak közlekedni azok, akik szeretnének. Úgyhogy hát ilyeneket csináltam videón kívül, viszont arra gondoltam, hogy... Isten, mennyi ember. Ja igen, mert itt ugye ez félsávos. Mármint, hogy itt mindenki egy irányba tud menni ezen az útszakaszon, itt pedig már kettő fele. Hűha. Mert nagyon lassan halad itt is a forgalom, és ez hamar fel fog torlódni.
Hát most még itt egyelőre nem tudok kitalálni semmit sem, de majd foglalkozunk ezzel is. Viszont hidakat akarok telepíteni ebben a részben, mert ha megnézitek a két jelenlegi hidunkat, akkor ez is piros, illetve ez is piros, tehát mindkettőt nagyon használják. Úgyhogy fogunk még hidakat lerakni, mégpedig szerintem ebből csinálunk egy hidat. Tehát egyenes, igen, és akkor innen jöhet szerintem egy híd. Mégpedig pont ide. Igen, ilyen hírekat szoktunk használni, oké. Na és akkor a zónák azok hogy vannak? Itt oké. Hát oda meg majd csak építkeznek. Jó, befagytunk. Jó, már is használják egyébként, ami nagyon durva. Viszont a lámpákat ki kell szednünk. Úgy. És úgy. Jó, máshol nincs is semmi. Úgyhogy már is tudnak itt közlekedni az emberek. Szerintem egy 10 percen belül egyébként el fogják lepni. Viszont teszünk még le ilyeneket. Például csinálhatnánk ebből is egy hidat. Mégpedig úgy. Ja, hogy ez itt nincs bekötve, ha. Először is ezt felfejlesztjük ilyen nagyobb úttá. Úgyni. Jó. És itt mit nem tudtunk? Krematórium. Egy pillanatra, kedves krematórium. Úgyni, már jöhetsz is vissza. A zónákat mindjárt megcsináljuk, illetve még itt volt egy valahol, vagy nem. Ja, de itt van egy. Ez pedig egy park. Oké, akkor ezt is arrébb rakjuk. Így, né. Jöhetsz is vissza. Nagyon király. És ezt elvileg be tudjuk kötni. Hoppa. Ez így milyen? Megint befagytunk. Hát elég meredek. De az, hogy máshogy nem tudjuk megoldani. Oké, és akkor ez itt jön végig idáig. Mondjuk így. És akkor innentől pedig page down-nal. Nem, akkor kicsit hamarabb. Mondjuk idáig. És akkor innen page down-nal le. Oké. Hát ez elég magas híd lesz. Ez egy elég magas híd lesz. De máshogy az vagy nem lehet megcsinálni. Úgyhogy mostantól itt is tudnak közlekedni az emberek. És akkor a zónákat kell még visszaraknunk. Hát igazából ez nem egy nagy feladat. Egyszerűen csak kijelöljük az egészet. És így. Jó. Ezzel is megvagyunk. Na most a lámpák azok itt megint előjöhetnek, mint probléma. Aha, gondoltam. Ugye újra raktuk itt az egész utat. Hát akkor már minden olyan. Oké, mostantól ezt is tudják használni. És még talán ebből is csinálhatnánk itt egy hidat. Viszont akkor ezt el kell tüntetnünk. És akkor ezt is felfejlesztjük ilyen szélesebb útra. A zónák, ó, mondjuk ez nincs is baj a zónákkal. Ne, ne örülök, ez sokkal kényelmesebb feladat lesz. Így. Na, ez nagyon simán ment. Viszont a lámpákat megint ellenőrizni kell. Itt is. Hát most valamikor így visszaáll, vagy ugye én felejtettem el ott kijelölni? Mert itt vannak egyik igaz, másik hamis. Igen, most pont rosszul jött ki, mert nem igaz hamisot játszunk, de hogy értitek, mire gondolok. Tehát valahol engedélyezve van a lámpa, valahol nincs. Ez nagyon érdekes. Jó, a lényeg, hogy megvagyunk. A zónák azok szépen épülnek vissza. Oké. És akkor ide is kell még nekünk egy híd. Viszont ezt már nem kell megemelnünk, ami jó hír mindenkinek. Ne. Jó, hosszú híd. És akkor a zónák azok úgy néznek ki, hogy
Ide végül is jöhetnek emberek. Oké, itt minden rendben. Itt is. Nagyon király. És akkor a lámpákat kell még megnézzünk. Gyorsan leszedjük őket. Hopp, itt... Jó, itt megmaradt minden rendben. Másik oldal... Itt ne legyen. Itt se legyen. Oké. És akkor van most már három plusz hidunk. Ez az... ez, illetve ez. Ez a hidak városa lesz, én úgy érzem. Még talán ide rakhatnánk egyet, de ez már lehet, hogy sok lesz. És akkor most megnézzük a forgalmat, akkor láthatjuk, hogy itt már egy kicsit csökkent. Ezt itt el is kezdték használni, ugye ezt raktuk le először, tehát logikus, hogy ezt fogják először használni. Jó, hát ezt egy kicsit hagyjuk futni. Itt egyébként borzasztó helyzet a nagyvárosban. Viszont akkor én rakok le ide addig lakossági zónát, mert van arra igény. Úgyhogy ez úgy fog kinézni, hogy így végig ez itt lakossági zóna. Egyébként a víz az már telepítve van, és körülötte pedig szerintem lehet kereskedelmi zóna, mert miért ne? Tehát az úgy tök jól néz ki, az emberek tudnak ide jönni vásárolni, az iparosok tudnak ide jönni eladni. Szerintem ez egy tök jó kis helyszín lesz, hogyha betelepedik. És akkor még egy vasútállomás kellene nekik. Szerintem azt valahova ide fogom rakni. Attól függ, hogy hogy tudnám bekötni a hálózatba. Ahhoz meg kéne vennem ezt a területet. De hát végül is miért ne? Szerintem megveszük ezt a területet. Ahogy né, jó, gyorsan mielőtt meggondolom magam. És akkor a sineket, azokat tovább húzzuk. Mégpedig innen kiindulva. Mondjuk így. Oké, meg egész jól lett egyébként. Jó, itt jöhetnek végig. Oké, itt... nem tud az autópályán átmenni? Milyen nem tud átmenni? Ó, nem már. Na jó, mondjuk nem baj, mert tudunk olyat csinálni, hogy a föld alatt menjen át. Vagy annak hamarabb kell ereszkednie? Jó, olyat is csinálhatunk. Tehát akkor vissza a sinekre. És akkor ez most még itt egyenes. Page down. Oké. Úgy. És itt pedig szerintem jöhet ki a felszínre. Hoppá. Na, nem látok semmit, túl távol vagyok. Úgy né, ez jöhet ki. De miért akar ennyire kanyarodni? Akkor menjünk vissza le. Jó, kivesszük gyorsan a pattogást. Mert nem tudok így egyenes sineket létrehozni. Így né, és akkor ez jöhet ki. Nagyon jó. Nagyon király. És akkor hát egyenlőre hozzuk így végig. Oké, és akkor mondjuk a vasútállomás az lehetne. Itt van valami fontos? Nincsen. Akkor őket is szépen kitöröljük. Meg idéglenesen ezt a sínszakaszt is. És jöhet ide egy ilyen... Ahogy ne. Nagyon király, esetleg még ezt itt kicsit finomítani tudnék rajta, és így, hogy jobban csatlakozzon, illetve hogy akkor ez a rész nem is kell, mert ott nem tudok hova csatlakozni, és így meg is vagyunk igazából. Meg is vagyunk, ezt a részt itt nagyon sokan fogják használni, úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy itt felfejlesztem az utakat egy irányúra, mégpedig ilyen szélesebb utakra. És készen is vagyunk, srácok, megvan ez is. Egyébként ezeket visszakapcsolom, nehogy elfelejtsem később. És akkor mostantól ide is tudnak jönni majd a vonatok, illetve a teherautók is, illetve a kamionok is. Amint ez kiürül, még ezt is fel tudom fejleszteni, és akkor mindenki boldog lesz. Közben itt egy kicsit fennakadt a forgalom. Egyébként raktam ilyen átvezetőket, hogy gyorsabban át tudjanak menni az egyik oldalról a másikra, de hát olyan sokan még nem használják. Jó, nézzük a hidainkat, hogy állnak a dolgok.
Még viszonylag jó. És nézzétek meg, a főhíd is kezd megoldódni, már tök zöld lett. Már csak ez a szakasz itt, ami egy kicsit... Igen, mert itt még torlódik. Aha, viszont már itt van a sor vége, ugye idáig nagyjából az egészet lefette a sor. De most csak idáig van, ami teljesen jó, ez a hidaknak köszönhető. És már ez is egy kicsit enyhül, már nem olyan piros. Már ilyen narancsárga. Nagyon jó, itt ugye nincsenek lámpák. Nincsenek, jó. Hát itt nem tudom, mit fogok kezdeni, úristen. Viszont haladnak, tehát nem azon, hogy feltorlódott volna a végig, hanem megoldják, csak szépen lassan. Aminek örülök. Itt ugye majd ide fognak jönni vonatok. Olyat még tudnék csinálni, hogy... Most próbálom kieszelni. Aha, szerintem megvan nagyjából, hogy mit fogok csinálni. Itt... Itt egy kicsit lejjebb megyünk. És ezt egy kicsit kitörlöm. Mondjuk így. Hogy ez már felszínen van. Akkor kapcsoljuk ki. Ahogyni. És ha visszamegyünk a sinekhez, akkor tudunk olyat csinálni, hogy... valami ilyesmit. Ez azért lesz jó, mert ha visszajövünk a felszínre, akkor itt végig tudom vezetni idáig, itt lemenni a föld alá. Ja, hogy hamarabb kell lemenni, oké. Akkor hamarabb megyünk le. Tehát vissza... Hoppá. Úgyni. És akkor már nem is kéne feljönnie, hanem ez itt végig lemegy. Úgy néz, akkor itt feljön és ide csatlakozik. Aha. Ez most hogy néz ki? Ott lemegy, itt feljön és tud csatlakozni. Nagyon király. Ez azért jó, mert az innen jövő vonatokat is be tudjuk vonni a dolgokba. Illetve... Talán még ezt tovább tudjuk bővíteni, hogy az innen jövő vonatok is tudjanak közlekedni arra. Ezt pedig úgy tudjuk megcsinálni, hogyha visszajövünk a felszínre. Akkor egy ilyet. Mert ez elég egyenes. Ez szerintem megteszi a dolgát. És akkor így több irányból el tudják érni majd az ipari zónákat is, illetve ugye a többi megállónkat is, aminek nagyon örülök. És hát most még ide nem nagyon járnak. Viszont ha lemegyünk, látunk akkor itt valakit, aki esetleg erre akar jönni, vagy nincs olyan elvetemült jelentkező. Vagy még lehet, hogy nem jöttek rá, hogy erre is tudnak jönni. Mindjárt nézd, opp itt jön valaki, na te merre mész? A régi útvonalon jössz, vagy az újon? Mondjuk ott elég éles kanyart kell bevennie. Aha, az mondjuk lehet, hogy rossz. Akkor azt úgy fogjuk megoldani. De szerintem akkor át nem tud fordulni. Ezt úgy fogjuk megoldani, hogy... Így. És akkor az innen érkező tud arra menni. Illetve az innen érkező pedig így. Na, csináltam egy kereszteződést. És egész jól néz ki. Oké. Viszont akkor ezt a többi helyen is meg kéne csinálni. Így. Nagyon jó. Hát nagyjából akkor megvagyunk a vasúti hálózatunkkal is. Nézzük, hogy ide jönnek-e már vonatok. Ez az, beindult. És már indítja is az újabb vonatot. Az ott szépen eltűnik. És majd valahol... Hova megy? Nézzük meg. Aha, ott megy, oké. Jó, itt jönnek és fölmegy a felszínre, és ja, akkor csak arra tud menni, mert ugye nem tud olyan nagyot kanyarodni. Viszont itt nem is tudtam megcsinálni, mert ugye épp a földbe jön ki, tehát nem tud olyan nagy kereszteződést kialakítani ez a terület. Oké, és akkor arra kimegy. Nagyon jó. Egyébként mit csinál? A 7%-ig van tele, és Werburgba megy. Az nem tudom hol van. De sok busz van itt. Mi történt itt?
Ja, értem. Hát itt van ilyen nagy buszcsomópont. De konkrétan egymással szúrnak ki, mert ez itt fölvesz mindenkit. Mert, hát igen. Amik nem biztos, mert valaki lehet itt akar leszállni, csak a másik buszra szállt föl. Na jó, viszont ez is szépen beindult ez az ipari zónánk, tehát nem csak az, hogy építkeznek ide a különböző gyárépületek, hanem hát jönnek ide a különböző vonatok is, ami teljesen jó. Itt a lámpákkal remélem nincs baj, de van. Mondjuk most már nem sokáig lesz. Itt akkor ezt igen. False, false, false. Oké. Okay. Jó, na ezzel is megvagyunk. Viszont ennyi lett volna már ez a videó. Elég sok mindent csináltunk, pedig egy ilyen kis lazább részre terveztem. A jó sok hidat raktunk, hú, az ott sokat enyhült. Jó sok hidat raktunk le, úgyhogy mostantól több irányból is el tudják érni az egyik város részről a másikat. Illetve itt egy lakossági zónát telepítettünk be, ami már félig meg is telt. Aminek nagyon örülök. Úgyhogy terjesztik ide is az áramot, illetve lesz itt még több munkaerő. Valamint ugye egy ilyen kereskedelmi vasútállomást tettünk le ide, úgyhogy ide is jönnek mostantól a vonatok, illetve kicsit átalakítottuk itt a vasúti hálózatunkat, ami nagyon király. Egyébként ennek itt meg nem felesleges, jó, azt akartam mondani, hogy felesleges, hogy itt kidomborodjon, de kell, mert ugye itt jön le az alagút. Na jó. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek és jól szórakoztatok, hogyha ez így volt, akkor kérlek jelezzétek ezt egy lájkkal és írjátok meg kommentben, valamint ne felejtsetek el követni Facebookon, illetve AskFMN-se, ezeknek a linkjét megtaláljátok a leírásban, és tényleg köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk majd egy következő videóban, addig is, sziasztok!